elsősorban elhivatottnak kell lenni, és elsősorban zöld szívűnek. Nem tudom, számomra mindig fontos volt környezetünk védelme, nem csak a növényeki állatok és a környező világé. Hát én az iskolánkban 2012-ben kialakítottam egy tankertet, egy iskolakertet, ami hál' Istennek azóta is sikeresen működik. Most már ez a harmadik évünk, amikor tavasszal veteményeztünk. A kert mellett pedig számos olyan programon veszünk részt, ami mind a környezettudatosságot hirdeti. Hát, hogy mi kell még? Igazság szerint ezt nyilván a környezetemben élők, illetve gyerekek tudják a leginkább megítélni. Én úgy gondolom, hogy lehetőségekhez mérten megpróbálunk mindent megtenni ennek érdekében, hogy a gyerekeket környezettudatossá neveljük, és úgy gondolom, hogy egyik legnagyszerűbb szintere az iskola kertünk, ami most már harmadik éve működik. A kertészkedést meg tudjuk tanulni, meg sok növényről tanulunk itt a kis kertbe, de legfőképpen azért is jó, mert finom gyümölcsök és zöldségek teremnek itt. Találhatok paradicsoma, répák, és még sokféle gyümölcs. Szeretjük csinálni, meg egy külön szakkör is van arra, hogy itt kertészkedjünk, meg ültessünk. Meg valami télen például, amikor nem ültetünk semmit, akkor játékokat gyártunk, de úgy összehozza az embereket, tehát úgy együtt kertészkedni jó móka. Docsolhatunk, meg ültethetünk, kertészkedhetünk és áshatunk, szóval ilyen jó kis kertészeti dolgokat. Salátát kóstoltunk még, hagymát. Környezeti ismeret órán lehet, hogy milyen zöldségeket tanulunk, vagy gyümölcsöket, és akkor így ez most jót használatos. Szóval jót lehet vele, jó válaszokat lehet mondani vele. Hát ugye itt élünk, ez a mi otthonunk. Nem csak a lakás, ahol lehajtjuk fejünket és felkelünk, hanem kilépve az utcára, a munkahelyünkre, és tágabb értelembe véve a föld a mi otthonunk. Úgy gondolom, hogy ennek megóvása ez az egyik legfontosabb dolgunk, hiszen a jövő generációnak ugyanúgy meg kell tartanunk a földet olyan egészségben, mint amilyenben most találjuk, vagy még szebbé tenni.